A katasztrófavédelmi versenyre minden évben cegrédi és cegléd környéki iskolások jelentkezhetnek. A diákoknak idén 10 állomáson kellett helytállniuk. Az egyik feladat például az volt, hogy mutassák meg, hogyan kérnének segítséget, milyen információkat adnának meg egy tűzesetnél. Minta utca 6-os szám alatt a 4. emeleti lakás ablakából lángok csaptak ki 13 óra 20 perckor. Két kisgyermek a lakás árkéről segítséget kiabált. Akkor lesz a leghatékonyabb a tűzoltók segítsége, ha a nevet, címet és telefonszámot is megadja a segélykérő, és röviden elmondja, mi történt. Hogy hány személy van veszélyben, van-e áramtalanítási lehetőség, illetve olyan momentumokat, olyan dolgokat is véghez tudnak hajtani a segítségünkkel, ami már a kiérkező kollégáknak már nem lesz rá szüksége, hiszen már leáramtalanítottak, adott esetben gázt elzártak. Ezekre a fontos dolgokra igyekszünk megtanítani őket. Minél többet tanulnak, tudnak a veszély elhárításáról, a helyes segítségnyújtásról a gyerekek, annál jobban tudnak majd reagálni egy esetleges stressz helyzetben, tette hozzá a tűzoltó alezredes. Minden feladat erre épül, hogy egy kicsit betekintést nyerjenek a munkánkba, valamint adott esetben mi munkánkat tudják segíteni, hiszen már kezdünk egy kicsit közös nyelvet beszélni. A versenyen induló 8 csapatnak elméleti és gyakorlati tudásukról is számot kellett adniuk. Imitálniuk kellett egy balesetet, ahol társuk megsérült. Az elsősegélynyújtó feladat mellett az egyik legizgalmasabb teendő a tűzben való tájékozódás és mentés volt. Megyek, és akkor ráhúzom, beilleszted az állatot. A diákoknak egy füstelteli pincéből kellett kimenteniük egy plüss állatkát. Igazából nagyon könnyű volt szerintem, legalábbis a társam az nagyon fel volt készülve, és én nagyon könnyen megbírtuk csinálni. A fiúk rendészeti szakon tanulnak a középiskolában. Azt mondják, mindig érdekelte őket a segítségnyújtás, és hivatásuknak is ezt választják majd. Voltam olyan helyen, ahol ugye segítséget kellett nyújtani, mert elájult, beverte a fejét, és ilyen élethelyzetben voltam, de nem személy szerint nekem kellett, csak láttam, hogy segítenek, és hívják a mentőket. A verseny dobogós helyezettjei érmet és oklevelet kaptak, valamint tovább jutottak a területi versenyre.